próbáljátok a levegőt, és ez lesz az orra, ahol a csomó van. Rufi hajtogatással indult a nap a bűvész táborban. Láthatóan már nem ez volt az első ilyen szakkör, hiszen a gyerekek ügyesen formáltak jelen esetben kutyát a hosszúkás levegővel felfújt gumiból. Ez a program is része a hétfőn kezdődött napközis tábornak, melyet Balog Anna előadó művész, bűvész hívott életre még tavaly. Tavaly volt először bűvész táborunk itt Győrben, és olyan nagy siker volt, hogy idén már kettőt is tartunk. A 8-14 éves korosztály közötti gyerekeket várjuk, és megtanulnak körülbelül 10-15 trükköt egy hét alatt. Abból mindenki választhat egy-egyet, ami a kedvence, és a pénteki napon egy gála műsorban a családnak előadhatja az ő kedvenc trükkjét. Jegyezd meg nagyon alaposan. Majd jobb le. És ennek a kötyönnek, amikor felét felez meg. Egymás előtt, egymás segítségével gyakorolták a különböző trükköket a gyerekek. Fiatal koruk ellenére ügyesen forgatták az eszközöket, legyen szó kártyákról, karikákról, vagy épp biztos tükről. Nagyon szerettem volna igazából bűvészkedni, meg én szerettem az ilyen dolgokat. És mi a kedvenc bűvész trükköd? Hát a varázspálcás. És hogy tetszik a tábor? Nagyon jól. Igazából anyukám iratott be, mert azt mondta, hogy szeretnék járni bűvésztáborra. Én pedig mondtam, hogy én imádom a bűvészetet, aztán mondtam, hogy igen, beszeretnék iratkozni, és beiratkoztam. És hogy tetszik? Mi a kedvenc trükköd? A kedvenc trükköm a poharas, amikor átmegy a golyó a poháron, és nagyon tetszik a tábor. Trükktanulás, szereplési technikák, kommunikációs gyakorlatok mellett kézügyesség és egyéb kreatív feladatok szerepelnek a programban. Annára a szervezési munka, a játékok levezetése és az előadó művészeti képességek csiszolása hárul, míg Susán Péter bűvésztanártól a trükköket sajátíthatják el a gyerekek, akik között már jó néhány visszatérő vendég is van. Szerencsére vannak visszatérő jelentkezőink, akik már tavaly is voltak, és sok olyan kisfiú és kislány jön, akinek már van otthon bűvészdoboza és érdekli a varázslat. Van, aki már most azt mondja, hogy ő bűvész lesz, ha felnő. A trükköknél tanulnak olyat is, ami könnyű, tehát a kicsik is akár egy kész trükköt meg tudnak úgy tanulni, hogy otthon könnyedén előadják a szülőknek, de van egy-egy bonyolultabb trükk is, így a haladókkal még külön is tudunk foglalkozni. A népszerű tábor idén még egy turnussal jelentkezik augusztusban, melyre összesen 16 gyermek jelentkezését tudják elfogadni. Egy biztos, varázslatokban nem lesz hiány.